szövetség minden tagját üdvözlöm, Carlos vagyok, és jöjjön a heti tavernáról. Múlt heti nem volt, mert Kertezárd és Rafán mérte össze az elejét. Viszont most The Frozen Recipe, és a Lich King spent much of his time to cooking in between destroying adventures. Pick a class and try out some of his deck recipes. Vagyis ez azt jelenti, mint az ungoró paknál volt, hogy Blizzard által összeállított pakli receptek alapján készített paklikkal lehet menni. Hát egy simát kapunk. Ami azt jelenti, hogy választunk egy kasztot, és akkor attól függően tudunk majd játszani. Szerintem legyen elsőnek Goldám. Mindig Sámánnak kezdek, aztán nem akarom, hogy unalmas legyen. Különben is ki kell kapni, akkor a Sámánnak kapjak ki. Jut eszembe azóta, mióta nem találkoztunk, a Blood River Gul'dan meglett. Úgyhogy most már mindegyik Death Knight megvan, aminek nagyon örülök. Ezek a lapok is benne voltak ebben, hát ez érdekes. De a bomb miért nem kell? Jó, ezek legyenek. Szerintem az igen. Nagyon fura ez a pakli így. Következőben mondjuk felerősíthetjük 1-3-asra. Meg őt is. Ja, ez csak a támadását növelné meg. Ezek az életterei. Nem tudom, ezeket a kislapokat nem nagyon használom. Milyen paklit kapott egyébként Golden, te jó Isten! Most nézem, hogy... Támadó rúna tojás. Na szóval. Speak your peace. Hát, ja, vagy ezt csinálja, vagy valamit lerak. Azt tudom, hogy a Pain and Gain-ben benne van ugyebár Rot Face, meg a hasonló lapok. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy... My blade is thirsty. Egy-egy, kettő-kettő. Igazából húzhatnánk egy lapot. Menjünk így. Baj, hogyha ebben nem kapok 2-2-es góulakat. Meg megoldjuk, hogyha nem támadja meg, akkor megtámadja. Érdekes. És hiba, mert attól még le fogom ütni. De bevállaltam. Úgyhogy... Doomsayer. Ez érdekes. Na, húzzunk előbb egy lapot. Végül is. Hát, azt akartam, hogy őt lőd meg, de mindegy. Következőben a Violated Doomsayer az kimált. Tényleg mondjuk a Meat Wagonnal ez jó lenne, mert akkor fixen megidézni őt. Na? Menjünk.
Az arcdobálók, nézd meg. Mondjuk ez nem egy rossz lap, egyébként a Boomer. Oh, érdekes. Választás. Persze, hogy a Bloodhoof Great marad meg. Ja, meg ő, tényleg. Viszont lehet, hogy a Violate Doomsayer az kimegy. Meg ez. És egyelőre nem támadjuk meg. Nem tudom, hogy az Execution, vagy az Execute, az vajon benne van-e ebbe a Warrior pakliba. Ezen mit akarsz? Igen? A lapot akar húzni. Oké. Okay. Szóval, hogyha nem öled meg, akkor ez elég erős lesz. Ó! Oh! Ó, oh, de meg akarja ölni. Jól van, oké. Okay. Igen. Meat wagon. Itt van. Az emlegetett. De... legyen az, hogy... legyen ezt. Lépjük meg. Nem baj, hogyha ezeket most megöli. A következő körben így húzok egy lapot, ennek köszönhetően. Aha, van egy revicsongó. Nem, leüti. Hát, jó. Igen, azt nem kockáztathatta meg. Sem maradjon. Wow! Várjunk, most jöjjön egy kombó. Itt van. Tojás. Legyen plusz egy, meg Divine Shield-es. Ezt leütjük. Ezzel meg arcba. Na. De igen, ez érdekes. Így sokkal használhatóbb lett ez a lap is. Ez nem volt jó ötlet. Egyszerűen csak őt tauntosítom, leütöm. Így nem kaptál belőle semmit. Na jó, azért húzzunk lapot. Igen. I will burn to and rule its ashes. Igen, már kívülről tudom minden Death Knight-nak a belépő szövegét. Azokat megöli. Hurrá! Ahhoz képest, hogy arra készültem, de ez mindig így van, hogy arra készülök, hogy ki fogok kapni, tudja, hogy nyerni fogok. Ja, és közben gyűlik a quest. Igen, Warlock meg Shaman questem van. De van Hunter küldetésem is, úgyhogy most menjünk Hunterre. Ez a három van. Warlockkal kell lapokat kijátszanom, Hunterrel,
És még akkor kettőt kell nyernem, Sámánnal, meg Warlockkal. Így összesen, tehát ötöt. Oké. Okay. Hát igen. Az a baj, hogy Spirit Singer Umbrát azt elég könnyen leütik. Kárfoszhoz kéne. Jó, most meghagyom ezt. Mondjuk meghagyhattam volna Árfusz ezzel, mint mindegy. Jó, jó. Ez most... Igen. Az igen. Spirit Singer Umbra. Életerő, és utána úgy is kivégezni, tehát beleütne, kivégzés és ennyi. Hát jó. És leüti, hogy gyógyuljam. Smork! Menjünk harcba. Ez mindig jó dolog. Hát, ez elég jól lenne. Csak hogy legyen valami, amivel leüsse. Mert úgyis erre most rámegy valamelyikkel. Vagy fegyver és úgy, vagy ez. Vagy pedig egyszerűen csak leüti. Vagy, arcan nem hiszem. Aki tudja. Ez biztos, hogy ettől meg kell most szabadulnia. Igen. To the pain. There will be pain. Miki kászom az. Igen. És tényleg leüti. Oké. Okay. Legalább a fegyver kikerült a kezébe. Ezt a untosítjuk. Legalábbis a Defender of Argus-szal, ez lenne a terv. Ja, jó. És akkor gondolom így megy rá, hogy kivégzi. Kivégzi, jó. Érdekes ötlet. Mindent betrédel. Igen. Ebbe gondolkoztam én is, de nem tudom. Nagyon fura.
Az igen. Nem, túl greedy voltam. Túlságosan is rámentem dolgokra így. Az a baj, hogy az a kettőt belesebszek a saját lényembe. Hát ezt megöljük. Mindegy. Sajnos így elment. Nem, valahogy ez nem volt jó nyitókész. Minek alakulsz át, amikor... Aha, Isten. Mert tudod, hogy semmi értelme nem volt. Gratulálok. Marha. Persze. Persze, ne az tűzd le, amelyik. The Legend. 27. Hogy lehet ilyen nevet adni magadnak? És figyeld, és továbbra is pakol. Minek? Mertem. Fordítva kellett volna, te fogyatékos. Úristen. Úristen. De bírtam volna, hogyha pont meg... Ennek semmi értelme. Istenem. Gratulálok. Na. Jó. Druidával nem leszek. Jó, akkor legyünk warriorra. Hogy ne warrior legyen az ellenfelünk. Egyébként ja, valami ilyesmi elképzelése volt szerintem a Blizzardnak is. A magukat is sebző lényekkel. Hát azon. Szóval. Tudom, nem kellett volna a Razort elvenni. De jó ez így. Sőt. Második körben Fire Revorex, utána ez és ez. Vagy pedig így ez. Ja, és tényleg benne van a Gromás is. Smork! Most vagy azt csinálom, hogy Acolyte of Pain és Ravaging Ghoul, és akkor ő is hoz, meg ő húz nekem egy lapot. Vagy... nem tudom. Let the pain speak to me.
Így. Nem jó lesz ez szerintem. Ravaging-ul. Húzzunk is egy lapot. Gyerünk, még egy gólt. Felerősítette. Hát jó. Ezt úgyis le tudjuk majd ütni. Nem, ő leüti. Oké. Okay. Tehát rámegyünk így. Na. Legyünk jó fejek vele. Ez a baj, hogy nem tudom megkerülni. Húzom még egyet. Ó, egy tojás. Na. Mindegy, ezt most megöljük egyelőre. Aztán kihozzuk a Frotin Berserkert. Betrays you. Mhm, toxic arrow. My blade is thirsty. By his will. Még erősebb legyen. Tudom, most ezt mindenképpen meg kell ölnie. De ez volt a lényeg. Így van. Vagy nem jön egy bomber. Nem. Bring that. Oké. Okay. Jó lenne. Hogy... Mindegy, húzzunk lapot. Yes. My shield for Argus. Yeah. Hogy már így győzzön le. Hogyan tudnám azt? Tehát ő beleüt ebbe. Ezt kivégezzük. Lássuk. Kettő támadás, kettő... Igen. Nem, nem. Ez így elveszett sajnos. Sajnos. Háj! Bassza meg!
vagy. Á, nem. Nem, hát négyet csak rám tud sebezni. Ja. Rájött. De még akarnak kijátszani, hát ezzel is meg... Istenem. Na, ez van. Na, sámám. Csak hogy gyűjjön a quest. Érdekes, hogy pont Guldánnal tudtam nyerni. Na. Nézzük. Megint Warrior. Itt tényleg mi van? Hát... Ezek sajnos nem. Azok, amikre várok. Hát ezek se. Válaszd már ki a lapjaidat. Ez a fagyasztó sámán lenne egyébként, a freezing sámán. Aztán, hogy mennyire fog beválni, ez mondtam. Komolyan érme is kihozod ezt a úristen. Ja, meg benne van a Dakarik tényleg. Ezokat ki is hívom, szerintem. Mit veszthetek? Fogyatékos. És nézd meg. Visszazárjuk be a lakat a jégbe. Ez nem. Még a Lightning Storm az jó, ha nagyon kipakol ghoulokból, meg hasonló lényekből. Oké. És? Yes! Itt van a Voodoo Hexer. Max kivégzi, de hát... Ilyen lényt kivégezni. Nem igazán éri meg. Inkább arra használnám a Voodoo Hexer. Tessék, kapszony lapot. Bármit hoz ki most ez mellé, azt utána lefagyasszuk. Kivégzés? Na? Execute? Az lenne a jó, ha az ilyen eltávolító lapokat így ki tudnám belőle húzni. Így van, így van. Ennek örülök. Ó, ez mondjuk nem rossz. Tehát hármat rásebezni. Aha. Csináljuk ezt, ezt lefagyasszuk. Ezt kihozzuk.
baj. Még szépen megöljük ezt is. Protein Berserker 1-től megszabadultunk. Battle Reach. Oké. Az a lap, ami elvileg jól kellene működni a Murabbival. Amúgy tényleg. Hogyha így elég nagy bordod van és mondjuk le tudod fagyasztani akár őket, és Murabbi is kint van, akkor talán. Brawl? Csak ne az övé maradjon fent, légy szíves. Yes! Yes! A túlélő. A túlélő. Be cool, man! És akkor innentől kezdve fagyaszgatjuk az arcát. Na. Vagy kezébe van az execute, és most gondolkozik, hogy azt használja. Na nézzük. Taunt. Hát... most egyelőre befagyasszuk. Jinjuval felgyógyítjuk. Meg erősítünk rajta. Igen, ez is jó lenne egyébként. Csak az a baj, hogy tényleg így be kell áldozni egy körre azt a lényt. Ami azért elég nagy ár. My blade be thirsty. Na? Kijön a kard? Nem. Igen. Mondjuk ezt egyszerűen meg tudom oldani. Még. Az hülyeség volt. Mert ha minden jól megy, le tudom most ezeket takarítani. Még először már a tájtet nem kellett volna. Mindegy. Crystal Eye Doroko. Wow. Be cool, man. Amúgy most lehet, hogy mindegyik kasztal nem fogom végigcsinálni ezt a Tavern Brawl-t. Ezt előre mondom. Igazából szerintem így is a legtöbb embert önben láttátok, hogy miről szól ez, meg ki is próbálhattátok ezeket a paklikat, úgyhogy így. Érdekes, hogy első napokban mindenki arra panaszkodott, hogy így, hát, hogyha druidával akarok, druidák ellen akarok játszani, akkor rankedből megyek. Oké. Lefagyasszuk. Ezt kérem. Blood Razor.
És akkor kijöhet ő is. Be cool, man. Astonishing. Na erre most küldjél egy brolt. Nekem ez nem baj. Felőlem nyugodtan. Most úgyis az jön. Na, ez szép aréna kör volt akkor. Bloodraiser. Milyen? Az a helyzet, hogy ez kevés. Ez nagyon kevés ide. Tehát ezt leütjük. Így. Tudom, most elvesztettem, de nem baj. Gyógyító, na ez kellett nekem. Be cool, man. Be cool, man. És így nem tud ezzel támadni se, meg elpusztítani se. Viszont ki tudja végezni ezt, ha felhúzattam most vele. Hogy megtörténhetne? Na. Amúgy, ahogy néztem Harpoundon egyébként, össze tudtak rakni viszonylag egy működő Freeze Shaman paklit, amit majd lehet, hogy ki fogok próbálni, mert azért kíváncsi vagyok rá. De azt tudom, hogy ez a kettő nincsen benne. Mondjuk nem csodálom. Az ellenfelünk pedig megadta magát. Hát igen. Be van fagyasztva a warrior, akkor igazából ez nem egy üdítő dolog. Abrazom. Mi volt a paladinnak? Azt még nézzük meg, aztán tényleg szerintem mára így elég lesz a Tavern Brawl-ról. Megnézzük, hogy mi van a kis csomagba. Hát, ha végre megkapom King Crush-t. Hát, ha. Habár. Ó, itt van Bolvár. Bolvár mondjuk. Nincs meg nekem. De nem is tudom, hogy érdemes lenne egyáltalán őt beszerezni. Light Sorrow jó fegyver lehetne, de nagyon köré kell építeni a paklit, hogy ő jól tudjon működni. És Bolvár is akkor lenne igazából hasznosabb, ha... Ez gond. Mert így most... Habár... Még lehet benne. Olyan, ami... Vel ő még maradhat Divine Shield-es. Hát benne vannak még az új 1-1-es lapok. Azt tudom. Na jó, akkor először hozzuk őt ki mindenképpen. Igen. Jam. Excuse me. Tudod, hogy a kezében van a cucc, amivel ezeket tudja aktiválni.
Következőnek kimegy Volvár. Na. Majd ezt le kell gyengíteni. Kicsit. Wow. A grim destiny. A grim destiny. Hát ja. Sajnálatos. Ezt legyengítjük. Azt mondja ezt. Answer for your crimes. Answer for your crimes. A grim destiny. Chill out. For justice. Stage, stage. És erősítsük tovább Bolvárt. Ezeket most úgy is aktiválja. Nem. Hát, ha valahogy átjutna. Mert így ezzel még tovább erősödik. Na! Mit van? Na, kíváncsi vagyok. Ja. Consecration. I fight. A grim for justice. Answer for your crime. És így gondoltam, de még be akartalak volna támadni. Yes! Yes! Na, srácok, hát ennyi lett volna a heti tavernról. Lehetett volna jobb arány is győzelembe, de szerintem így is jó. Jól van egy epic. Igazából az összes epic megvan, ha jól tudom. Igen, ez például megvan. De remélem, hogy tetszett nektek attól függetlenül, hogy tudja, hogy benéztem dolgokat játékoknál. De ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok. Illetve, ha még nem tettétek meg, akkor a szövetségbe csatlakozhattok egy feliratkozásra. Én Kerosz voltam, és következő videókig. Sziasztok!